Mondjam a következő hosszút is. Utolsó ugye, előtti. Utolsó előtti pályázó Zsigó érkezik. Zoltán, rendőr és tűzoltó nap 2018-ban. Dokumentum kategóriába érkezett az 53 perces, 53 másodperces mű. Nevezünk életkora 32 év. Sziasztok, Zsigó Zoltánnak hívnak, 32 éves vagyok. Budapesten élek, videózással, hobbi szinten foglalkozok. Eredetileg nem ezt szerettem volna beküldeni, humor kategóriában akartam pályázni, de rajtam kívülálló okok miatt nem jött össze a forgatás, ezért majdnem be is késtem a határidőt. Ez a videó áprilisban készült, a 2018-as Városligeti rendőr és tűzoltó napot foglalja össze. Fogadjátok sok szeretettel. Utóirat, nézzétek kritikus szemmel, minden építő jellegű kritikát szívesen fogadok. Szeretjük a felhatalmazást. Üdv, Zoli! Mehet? Oké. Füles föl. Ját. Kapták a zsiványokat. Ez nem kellett volna bele. Igen, ez a képes lap feeling ez. A jövő tüntetői, láttad? Hogy? Jövő tüntetői. Igen. Frappánsnak is mondhatnánk. Mondhatnók. Kezd te. Én kezdtem az előzőt. Te kezdted? Na jó. Kezdtem. Nem, kezdem én akkor. Nagyon azt érzem, hát te ugye kortárs vagy gyakorlatilag, mert ráadásul korosztályunk Béli is vagy 32 éveddel. Azt érzem, hogy még nagyon az elején vagy, te ezt el is mondtad. És rengeteget kell tanulnod, és rengeteget kell látnod még, és azt hiszem pont két héttel ezelőtt mondta Tibi valamelyik pályázónak, hogy ha ilyen jellegű videót szeretnél csinálni, vagy ilyen jellegű dolgokkal szeretnél foglalkozni, akkor nézz rengeteg YouTube videót, biztos vagyok benne, hogy számtalan olyan esemény videót fogsz a YouTube-on találni, akár még rendőrnapról is, ahonnan nagyon sok vágási technikát, nagyon sok hangulatteremtő látószöget fogsz tudni ellopni, elcsenni, eltanulni. Nagyon sok hangulatteremtő kameramozgást, vagy gépállást, perspektívát, igen. Ezekre még mind rá kell érezned, még mind meg kell tapasztalnod, még mind föl kell nyílnia rá a szemednek. Nem foglak kritizálni, mert igazából nincs miért. Ez olyan, mintha egy ilyen első szárnypróbálgatás lenne, és gyakorlatilag annak teljesen jó, és én nagyon boldog vagyok, hogy ezt elküldted nekünk a pályázatra. Csendben. Te rengeteget kell még tanulnod, és rengeteget kell. Viszont én azt érzem benned, mint ahogy ezt te is mondtad, hogy nézzük kritikus szemmel, de mondom, én nem foglak kritizálni, viszont azt érzem benned, hogy nagyon nyitott vagy ezekre a dolgokra, úgyhogy ezért merem ezt mondani, hogy nézz körül mindenképpen. Igen, azt a kritikát tudom én is megerősíteni, hogy nagyon basic még itt minden. Alapvetően tök jó, hogy észreveszed a történéseket, és föl is veszed őket, és nem ráng a kamera, nincsen benne semmi olyan, ami arra sarkana, hogy azt mondanám, hogy át inkább foglalkozzál mással, tehát nem. Viszont tényleg nagyon basic még a dolog, kameramozgások, színezés, igen, így sajnos. Esküszöm, én szeretnék belekötni, de nincs miért. Ezen a szinten nincs miért. Igen. Tök jó mondja Gábor, nincs miért és nincs miben. Tehát amilyen szinten most te vagy, valószínűleg ez alapján, ugye csak ez alapján tudunk megítélni,
azt kell, amit Gábor mondott, hogy nézni sok ilyet, és megmozdulni a kamerával, és pici hangulatot csempészni bele. Nincs benne semmi olyan, ami miatt nézhetetlen, és nincs benne semmi olyan, ami miatt kirívóan jó. Egyenlőre ez egy nagyon szép, hogy mondják ezt, mindig elfelejt. Egy nagyon szép iparos munka. Egyszerű, de szépen felépített iparos munka. Ezen még ebből a szempontból kell egy kicsit turbozni. De nagyon szépen köszönjük!